A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 5 évente tart tisztújító választásokat, amire idén 2022. május 20-án kerül sor. A választási helyszíneken településünkön kívül Bihardancsháza, Bihartolda, Nagy Rábé, Sáp és Tetétlen gazdáit és mezőgazdasági cégeinek képviselőit várják, tudtuk meg Nagyné Szörnyi Anikótól, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászától, aki a választás menetéről is beszélt riporterünknek. Reggel 6 órától nyílt a szavazóhelységünk, és egészen este 7 óráig fogadjuk a választást. Jogosult kamarai tagokat. Jelenleg a gazdálkodók a megyei küldötteket fogják megválasztani, nem csak természetes személyeket, mert ugye kamarai tagjaink a mezőgazdasággal foglalkozó cégek is, úgyhogy ezekre a felsorolt településeken bejegyzett cégek is itt a földes irodába tudják a cégképviselők leadni a szavazataikat. Szavazni csak személyesen lehet, természetes személyek esetében ugye személyes okmányokkal, cégek esetében pedig a cégképviseleti igazoló lapokkal tudják a cégképviselők leadni a szavazataikat. Megyénkben 30 szavazóközet lett kialakítva, és a mai nap során a megválasztott megyei küldöttek az Agrárgazdasági Kamara tisztségviselőit fogják megválasztani az elkövetkező hónapok során, tudtuk meg. Most jelenleg a gazdálkodók a megyei küldötteket fogják megválasztani. A megválasztásra került megyei küldöttek következő hónapban, júniusban összeülnek egy megyei küldöttgyűlés alkalmával, ott megválasztják a megyei kamarai tisztségviselőket, valamint megválasztják maguk közül az országos küldötteket. Következő lépés a választásnak pedig a július hónapban kerül megrendezésre, amikor a megyei küldöttek összeülnek egy országos küldöttgyűlés alkalmával, ahol pedig az országos kamarai vezetést fogják megválasztani. Fontos számunkra, hogy minél nagyobb számban tudjanak részt venni gazdálkodók a választáson. Ezzel egyrészt egy visszajelzést kapunk tőlük, hogy az eddigi munkánkkal úgymond mennyire vannak megelégedve. Illetve egy felhatalmazást kapunk tőlük, hogy a későbbiekben is számítanak ránk és számítanak a munkákra. Országszerte több mint 360 helyszínen lehet majd voksolni a május 20-ai agrárkamarai választásokon. Környékünk minden gazdáját és a mezőgazdasági cégek képviselőit várják a bizottság tagjai, földesen a Karácsony Sándor tér egy számon szavazataik leadásáról.